Nyáridőben gőzerővel zajlanak az építkezések a megyében. Az ágazat felfelő ívelő pályán van, azonban az építőiparban még mindig gyakoriak az olyan vállalkozások, ahol feketén dolgoztatják a munkavállalókat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egész évben folyamatosan ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét, de a korábbi évek tapasztalatai alapján az építőipari szektor fekete foglalkoztatás szempontjából kockázatos területnek számít. Éppen ezért idén is már több helyszínen végeztek, több építkezésen ellenőrzést az adóellenőrök, és az idei tapasztalatok is azt mutatják, hogy bár a be nem jelentett alkalmazottanként a kiszabható mulasztási bírság összege elég magas, 1 millió forint, mégis kockáztatnak a vállalkozások, cégek. Tavaly 140 millió forintnyi bírságot szabtak ki az ellenőrök a megyében. Ebben az évben sem javult a helyzet, minden második munkás feketén dolgozik az építkezéseken. Az idei tapasztalatok azt mutatják, hogy az építkezésen végzett ellenőrzéseknél a munkavállalóknak a felét nem jelentették be, vagyis feketén foglalkoztatták. Volt olyan, amikor 5 építkezést vizsgáltak egy akció keretében, és 22 munkavállaló nem volt bejelentve, sőt, megpróbáltak elfutni az ott dolgozók az adóellenőrök elől, de a helyszínt biztosító pénzügyőr kollégáink megakadályozták a szökésüket. Magyarázatként azt mondták, hogy boltba siettek, de a környéken nem volt bolt. Végül aztán kiderült, hogy a munkáltatójuk mondta nekik, hogy rejtőzzenek el, illetve ha ellenőrzés lesz, akkor próbáljanak elbújni. Gyakori jelenség az is, hogy a munkaadó félrevezeti az alkalmazottat, és ígéret ellenére nem jelenti be a munkavállalót. Sokszor tapasztalják azt is az adóellenőrök, hogy az ellenőrzéskor tudják meg a munkavállalók, hogy nem voltak bejelentve, pedig a szabályszerű bejelentés nem csak költségvetés szempontjából fontos, hanem a munkavállalók érdeke is, hiszen az egészségügyi szolgáltatást vagy nyugdíjszámításnál majd hiányozni fognak ezek a járulékbefizetések. Tehát érdemes a munkavállalóknak is leellenőrizni a cégeket, ezt megtehetik például a mi honlapunkon is, különböző adatbázisok vannak. A NAV célja az ellenőrzésekkel a bejelentett alkalmazottak számának növelése, valamint a tisztességes vállalkozók érdekeinek védelme. A fokozott építőipari ellenőrzések egész nyáron, illetve ősszel is folytatódnak.